Térségünkben három általános iskola energetikai, elektromos rendszere újult meg, köszönhetően a magyar kormány által kiírt EFOP 4.1.12-es pályázatnak, amelynek keretében az EGRI tankerületi központ hét köznevelési intézmény elektromos hálózatának felújítását valósította meg, amelyből három térségünket érintette. A három térségi beruházás együttesen mintegy 90 millió forint, amely a hevesi benedekelek, a hevesi körzeti és az erki általános iskolára vonatkozik. Azért fontosak ezek az elektromos felújítások, mert az elektromos rendszerek már az új digitális oktatáshoz szükséges számítógépeket, egyéb eszközöket, vagy egy például a kompetencia felmérést már nem bírják ki szolgálni és mindenképpen szükség van arra, hogy új modern iskolákat hozzunk létre. Az EGRI tankerület az év elején közel 300 millió forintos visszanemtérítendő támogatásban részesült, ebből a forrásból valósították meg az iskolák elektromos hálózatának felújítását. Köszönet ezért Magyarország kormányának, az Európai Uniós források révén a Uniónak a támogatásért, és természetesen mindazokért, akik segítettek helyi szinten is ennek a forrásnak a megszerzésében. E tekintetben mindenképpen kiemelendő Szabozsolt Országgyűlési képviselő úr. Erken fiatal a pedagóguskar, jól működik az oktatási intézmény, sok gyermek van, igyekeznek minden feltételnek eleget tenni. Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget erre a pályázatra, ugyanis. Itt a gyereklétszám folyamatosan emelkedik, jelenleg 169 tanulunk, és 16 pedagógus négy technikai dolgozóval dolgozunk. Mint ahogy előttem már elmondták, hogy nagyon nagy szükség volt erre a fejlesztésre, mert a digitális eszközök azok tulajdonképpen folyamatosan a száma folyamatosan kell, hogy emelkedjen, mivel a gyereklétszám is emelkedik. Így az elhasznált és korszerűtlen vezetékek, illetve foglalatok, dugaszolóajzatok helyett most kaptunk egy újat, illetve hát minden áramkört biztosítva van, tehát túláramvédelem ellen. És tehát még egyszer mondom, nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, ennek az apró lehetőségnek is, mert mert ezzel is tulajdonképpen az intézmény fejlődik. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte, fontosnak tartják az oktatási intézmények helyzetét térségünkben is. Odafigyelünk figyelünk az oktatási intézményeinkre, odafigyelünk azt, hogy a gyerekek milyen körülmények tudnak tanulni, hogy nőnek föl, és hálásak vagyunk azért, hogy a pedagógusok dolgoznak, ők a szívelelke az intézménynek, és mindent megtesznek azért, hogy minél több tudás tudjanak a gyermekeink fejébe beletölteni. Minden ilyen fejlesztésnek nagyon örülünk, Isten hozta az ilyen jellegű pénzügyi forrásokat jól kerül felhasználásra. Most is a példa azt mutatja, hogy mind polgármester petrő Petrolászló mind igazgató úr, mind pedig a Klik Egdi tankerületi igazgatója maximálisan ott van az ügy mellett, és ezek jól működnek, jól tudunk együtt dolgozni. A képviselő nyomatékosította, mindig annak van sikere, amikor csapatban összetudnak dolgozni, együtt tudják segíteni egymást. Így történt most is. Levegő, alapvető lételemünk. Ha csak egy kis időre is nélkülözzük, már megvan a baj. A légzési elégtelenség egy olyan életet veszélyeztető állapot, ami akár szívelégtelenséghez is vezethet, vagy egyéb más eredetű egészségkárosodás okozója is lehet. Éppen ezért volt hiánypótló a 60. kórház újabb fejlesztése, hogy egy új mobil lélegeztetőgéppel tudta gazdagítani a központi intenzív terápiás osztályát. Az nevezik mobilnak, mert hogy ugye részben egy kisebb, tehát speciálisan erre a beteg szállításra van kidolgozva, és akkor ide fön, föl lehet rakni ágyra, és akkor lehet vele vinni a beteget. Tehát ugye az a lényege, hogy a lélegeztetett beteg, aki az osztályon egy, egy ilyen jóval nagyobb, és hát, fix lélegeztetőképpel van lélegeztetve, ha őt kell valahol innen el kell szállítani, mondjuk CT-vizsgálatra vagy műtétre, akkor ebből a lélegeztetőgéppel addig megfelelően biztonsággal lehet pótolni azt a lélegeztetést, amit amúgy a betegsége miatt kap. A kisebb méretű hordozható oxigén ellátása megalkotott készülék tehát lehetővé teszi a folyamatos művi lélegeztetése szoruló betegek kórházon belüli biztonságos szállítását. Ha egy fertőző légzőszervi betegségből szövődmények alakulnak ki egyszer egy embernél, akkor különös figyelmet kell, hogy fordítson a hidegebb időszakban jelentkező légzőszervi megbetegedésekre. Ha valakinek ugye volt egy COVID tüdőgyulladása, és nagyon sok esetben azért ebből tüdők nem regenerálódik 100%-kal a tüdő, hanem gyakorlatilag egy krónikus tüdőbetegségnek megfelelő állapotba kerülnek ezek a betegek, és hát ők jobban kitettek a tüdőgyulladásnak, illetve ha, van, ha elkapnak egy tüdőgyulladást, súlyosabb lefolyású lesz, mint akinek teljesen, amúgy egy egészséges tüdőben, keletkezik ez a betegség. Őszel és télen a levegő lehűlésével párhuzamosan egyre több a légzőszervi megbetegedés, a légzési elégtelenség. Ha ilyen panasszal kerül valaki kórházba, akkor kivizsgálások sora következik. Érdemes lehet tehát a megelőzésre is nagy hangsúlyt fektetnünk. Ha mondjuk a rizikofaktorunk van, például akár idősebb korban, akkor a védőoltásokat, azokat érdemes felvenni, kerülni a lehetőleg a zsúfolt Szellő, nem szellőzött helyeket, ugye ott lehet leginkább ezeket elkapni, ha sok ember van, és a, a betegek körnek, tüsszörnek, tehát ezeket érdemes, ha amennyire meg, megoldható nyilván hmm. kerülni ezeket a helyeket, sokat szellőztetni, vitaminokat szedni. Amúgy viszont érdemes a egészséges életmód keretében mondjuk kint lenni, a, akár a hidegben is, tehát nem a nem attól kapja az ember a tüdőgyulladást, hogy kint hideg van, hanem a kórokozóktól. Tehát nem tehát az mindenképp hasznos, hogyha mozgunk és egészséges életet élünk. A mobil lélegeztetőgép mellett a 60-i kórház országos szinten is első között van továbbá azon innovatív beruházással, amit pluszban még két darab légzésmonitor beszerzése jelentett. Lehetőségeik szerint tervezik még további hasonló eszközök beszerzését. Mint ahogyan szereteinkről sem feledkezünk el karácsony ünnepén, úgy gondolhatunk a négylábú társakra, vagy a még gazdátlan menhelyi kutyákra, cicákra, hogy számukra is szebb legyen a karácsony. A Polgári 60 ért közhasznú alapítvány idén negyedik alkalommal szervez gyűjtést a gazdátlan négylábúak számára. Az alapítványunk minden évben fontos feladatának és hagyományának tartja, a menhelyi állatok megsegítését. Célunk elsősorban az emberek figyelmét felhívni, hogy nagyon sok cica, kutyus él gazdátlanul, és ezeknek a megsegítése, nagyon-nagyon fontos, ha másképpen nem esetleg befogadással is. Térségünkben több menhely is vállalja azt a nem könnyű feladatot, hogy mentik a legrosszabb sorsú, megkínzott, kidobott vagy megmérgezett állatokat. Így hevesen lőrinciben, jászfényszaruban, továbbá kápolnán is. Szeretnénk a menhelyi állatok életkörülmény változtat. Ha nem is hosszú távon, de legalább rövid távon megsegíteni akár élelmiszerrel, akár pedig olyan tárgyakkal, amelyek kicsikét élhetőbbé teszik a körülményüket. Hála a menhelyen dolgozók munkájának és a jótékonysági adománygyűjtésnek, idén is szebb karácsonyuk lehet a menhelyeken élő négylábúaknak. Szeretettel és köszönettel fogadjuk az adományozók ajándékait, tulajdonképpen lehet ugye élelmiszer, kölyök, cica, kutyús, nedves és száraz táp, különböző olyan tárgyak, amelyek valóban az életkörülményük javítását szolgálja, mint az alom, játékok, karomvágó, nyakörv, pléd, December 7-én 60-ban, december 4-től 7-ig Lőrincin és december 4-től 8-ig hevesen gyűjtik a felajánlásokat. Bízom benne, hogy ebben az évben is ugyan olyan bőséges lesz az adomány, mint a korábbi években, és a körzetünkben lévő négy menhelyre tudunk adományozni majd. Van egy cica menhely, és három kutyus. Az élelmen, játékon, plédeken túl gyógyszert, továbbá gyógyszere és ivartalanításra pénzbeli adakozást is elfogadnak. November 11-én szombaton Márton napot tartanak Boldogon, ahol az Újvári Ferenc közösségi szintér és könyvtárban kézműves foglalkozás, lámpás készítése, majd a templomig és vissza lámpás felvonulás várja az érdeklődőket. A kilátogatókat kézműves vásár színpadi műsorok, könyvtármozi és libazsíros kenyér, de még táncház is várja. Sauna Seance program várja az érdeklődőket a 60. uszodában november 12-én vasárnap délután 4 órától. A programot a tapasztalt és elismert sauna mester Urbán Ágnes fogja levezényelni. 4 órától kezdődik a gyógynövényes Relax Sauna Seance 3 től egy frissítő, élénkítő, citrus és sauna seance, majd fél hattól egy levezető, nyugodt a nap végére. A részvételi díjak mellett a sauna 2400 forint. November 12-én újból valódi mozi élményben lehet részük a kisgyermekes családoknak hevesen, ahol a művelődési házban ezúttal az egy kutya négy élete című filmet tekinthetik meg, délután négy órai kezdettel. Aki Márton napján bort nem iszik, egész évben szomjazik, tartja a mondás. Ha nem is Márton napján, de november 17-én pénteken délután 6 órától a 60-i nagygombosi borászat borkóstolóval egybekötött bemutatkozásán vehetnek részt az érdeklődők a 60-i Adi Endre könyvtárban. Szombaton erősen felhős, borult idő ígérkezik. Többfelé várható ismét eső zápor, délnyugaton egy-egy zivatar sem kizárt. Egyre többfelé megélénkül megerősödik az észak-nyugatira forduló szél. Reggelre északon is az Alföldön többfelé pára köt képződhet. A legmagasabb hőmérséklet hatvan térségében 8 fok körül alakul. Vasárnap mindenhol kisüt a nap hosszabb időre, de néhol északkeleten és keleten még egy-egy zápor átmenetileg kialakulhat. A hajnali pára és kötfoltok a kevésbé szeles tájakon tartósabban megmaradhatnak. Többfelé élénk lesz a nyugatias szél. Hajnalban helyenként gyengén fagyhat, majd napközben 9 fokra melegethet a levegő. Hétfőn hajnalban már több tájegységünkön fagyhat. Felhős időre van kilátás, reggel több felé eshet, majd átmeneti szünet után délután elszórtan ismét eleredhet az eső. A nyugati délnyugati szél délután egyre nagyobb területen megélénkülhet. Kora délután 13 fok valószínű.